Megállapodtak az Unió és Törökország kormányfői a migrációs krízis kezeléséről, miközben a török belpolitikai helyzet egyre bizonytalanabb, és egyáltalán nem világos, hogy Ankara képes lesz eljátszani a ráosztott szerepet. A tárgyalásokról és az Orbán kormány ott követett magatartásáról most két korábbi külügyminiszterrel, Jeszenszky Gézával és Balázs Péterrel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét, jó estét. Erről a témáról egyébként szó volt már az előbb Kovács Zoltán kormány szóvivővel is, és azt boncolgattuk, hogy mitől számít ez a mai megállapodás egy speciálisan magyar diplomáciai sikernek. Ő azt mondta, hogy például az, hogy nincsen kötelező betelepítési mechanizmus, az igenis egy magyar eredmény, ezért Orbán Viktornak küzdenie kellett. Erről mit gondolni? Ügyesen hátrál ki Orbán Viktor ebből a hamisítványhálóból, amit magának szőtt. Soha nem volt olyan közel a kötelező rész, volt egy ilyen elképzelés az Európai Bizottság részéről, Németország is örült volna, hogyha vállalják, de hónapokkal ezelőtt, már a tavalyi évben lekerült a napirendről a kötelező. Aztán, amit hozzáragasztottak, betelepítésről nem volt szó, befogadásról talán volt szó. Én azt látom, hogy itt kártyavárként omlott össze egyrészt, ugye nemrég még azt hallottuk, hogy a magyar delegáció megvétózta az egyességet, ők a szünetet nézték vétónak, ez volt az egyik dolog. Utána elhangzott egy elég szörnyű március 15-i beszéd, ami hemzsegett az összeesküvés elméletektől és az ellenségeskedéstől, és ehhez képest most Orbán nagyon ügyesen jön ki rükvercbe ebből a helyzetből, és úgy tesz, minthogyha valamit nyert volna. Egyébként megint önmagát árult el, nagyon érdekes, mert azt a szót használta, hogy kibekkelte. Na most a kibekkelés az azt jelenti, hogy tétlenül sunyítva valahol a háttérben próbálja megúszni a dolgokat. Tulajdonképpen ez történt. Jeszenszky Géza, hogy értékeli mindezt? Hát én miután már nem lettem miniszter, azután is mindig a mindenkori magyar kormány külpolitikájának drukkoltam. És hogyha ez egy siker lett volna, vagy ha siker, akkor csak gratulálni tudok. Nem tudom, hogy ez mennyiben siker. A lényeg az, hogy valami olyan született, amiben Európa egyet tudott érteni. Ez mindenképpen siker, és ezt persze ugye azt szokták mondani, hogy a sikernek nagyon sok a gazdája, a kudarcnak meg nincsen. Úgyhogy hát gondolom, hogy minden kormány azt szeret ilyenkor mondani, hogy az történik, vagy abban maradtunk, amit én akartam. De ön is belpolitikai célú manipulációt lát abban, ami itt a vétó, nem vétó ügy körül volt, ami most ebben látszik körvonalazódni, hogy akkor rajtunk múlott-e nagy részben, hogy nincsen kötelező mechanizmus, vagy nem? Igen, hát van egy régi, nem is vita, inkább egy tétel, hogy a külpolitika vagy a belpolitika fontosabb. Éppen egy nagy német történész Ranke mondta, hogy a külpolitika primátusa. Hát Magyarországon a belpolitika primátusáról beszélhetünk. Én úgy látom, hogy ebben az egész úgynevezett migráns válságban Magyarországban mindig a belpolitikai szempontok számítottak. Ha a külpolitikai szempontok számítottak volna, akkor mondjuk nem vesztünk volna össze sok országgal, és különösen nem Németországgal, mert hát még pár hónap ezelőtt is ugye azt hallottuk, nagyon egyetértésemmel hallgattam, hogy Magyarország Németországhoz igazítja a külpolitikáját, és elsősorban Németországra és ehhez épít. Képest ön hogy értékelni most ezt a viszonyt? Hát ezt a németektől kell megkérdezni. De én most öntől kérdeztem, hogy hogy látja kívülről? Hát kívülről nézve, mondok egy példát, én kapok kéretlenül is különböző üzeneteket az interneten, és kaptam egy versikét, amit tulajdonképpen elég csúnya módon a nemzeti dalt parafrázálja, látod maga is egyfajta szentségtörés, és abban például Merkel gyalázza a versike. Na most hát ugye, ez éppen olyan helytelen, mint nem csak, hogy mint Amerikát ugye, elég sokszor gyaláztuk itt Magyarországon, persze én ezt helytelen tettem mindig. Putyin sem gyalázni kell. Putyinnal nagyon komoly vitáink kellene, hogy legyenek. Putyin politikáját el lehet ítélni, vagy akár lehet támogatni, kinek a lelke rajta. Illene elítélni mondjuk például a szíriai beavatkozást, akkor, amikor ezt a NATO vezetői, az amerikai katonai vezetők és politikai vezetők és a nyugat-európai illetékesek jó része is megteszi, vagy az teljesen rendben van, hogy a magyar miniszterelnök oda megy és megköszöni neki, amit Szíriában tesz? Hát a kérdés, hogy mi történik Szíriában is, azt hiszem, hogy... Hát ezt ön is látja, írt is róla most. Igen, így van, így van. Tehát
hogy lehet-e gratulálni bárkinek azért, ami Szíriában folyik. Lehet-e gratulálni az oroszoknak azért, amit Szíriában tesznek? Nem, hát hogyha valakinek még illúziói voltak, akkor szíriai orosz lépések után nem lehet. Mert azt lehetett várni, hogy végül is valamiben egyetértett Egyesült Államok és Oroszország abban, hogy ezt az iszlám szélsőséget, ezt a bandát, ezt a bűnbandát, ezt el kell tüntetni, és ha valakinek érdeke ez, akkor Oroszországnak, mert Oroszországot a fundamentalisták, a terroristák közvetlenebbül fenyegetik, mint mondjuk az Egyesült Államokat. És ehhez képest ugye azt tapasztalta a világ csalódással, hogy úgy tűnt legalábbis a hírekből, hogy az oroszoknak elsősorban Assadnak a megsegítése volt a célja, és az Assad ellenfeleit bombázták, és hát nem nagyon harcoltak az iszlám államnak nevezett társaság ellen. És hát az is nagyon komolyan felvetődött, hogy nem lehetette az is célja Oroszországnak, hogy újabb menekült hullámokat zúdítsanak Európára bizonyos bombázásokkal, mondjuk Aleppo esetében, amik ezt egyértelműen kiváltottak. Mindennek fényében ön hogyan értékeli a miniszterelnök ezen gesztusát, hogy elment Putyinhoz, majd ott kifejezetten elismerően szólt erről a szerepvállalásról? Hát én úgy látom, hogy ebben is a külpolitika lebecsülése van, és ugye itt a miniszterelnök arra tesz, hogy ebből a migráns kérdésből és mindezzel, ami most történik akár a közel-keleten, közép-keleten, abból minél jobban lehessen kijönni a magyar társadalom egy része előtt legalábbis. Úgyhogy alárendeli. Hát én biztosra veszem, hogy Orbán Viktor is nagyon jól tudja, hogy Szíriában nem könnyítette meg a békét, és hogyha mondjuk teljes joggal azt akarjuk, hogy ne legyen menekült áradat, és tulajdonképpen elsősorban sajnálni kell azokat a szerencsétlen embereket, akik gyerekkel, öregekkel minden elindulnak. Hát a szíriai béke, ennek a teremtése volna az elsődleges. És hát voltak idők, olyan pár hónap letött, amikor azt lehetett remélni, hogy Amerika megállapodott Iránnal más kérdésben. Ezután Irán, Amerika és Oroszország együtt tud, ha akar, együtt tudott békét teremteni, és ez nem csak azt jelenti, hogy béke lenne, hanem nem csak a megszűnne az újabb menekült tömeg, hanem talán vissza is mennének. Ez volna az igazi megoldása a menekült válságnak, és hát én azt hiszem, hogy mi magyarok, akiknek annyi ember kényszerült az országot elhagyni, és hát én jól tudom, hogy évtizedek után is tulajdonképpen rosszul érzik magukat azért, hogy a szülőföldjük már nem ott élnek, meg hogy a gyerekeik máshol nőttek föl. Szóval az igazi segítség az lenne, hogyha vissza tudnánk segíteni ezt a sok-sok szerencsétlen embert, és hát akkor az európai vita is megoldódna. Hát ez persze, ezt tudjuk, hogy ez mennyire nehéz. Balázs Péter? Én azt gondolom, hogy ha itt valaki külpolitikai sikert aratott, az Németország és a német diplomácia. Először is Angela Merkel vonala győzött. Azért ezt semmilyen hazai kormánypropaganda nem tudja elkendőzni. Egy nagyon nehéz helyzetben, amikor kezdett besokalni Európa, különösen a tranzit útvonal és egymás után elég durva intézkedésekkel próbálták útját állni a menekültek mozgásának, Angela Merkel egy humánus ösvényen megpróbálja kivezetni Európát, legalábbis kijelölte ezt az utat, és megnyerte hozzá egyrészt a belső diplomáciát az Európai Unión belüli, pedig volt elég sokfajta ellenkezés, ami részben a menekültügynek, részben a török tárgyalásoknak szólt, és a másik nagyon nagy külpolitikai siker, hogy Törökországgal egy nagyon összetett helyzetben megtalálta a hangot, ami egyrészt szól a menekültekről, másrészt viszont szól magáról Törökországról és a török-EU kapcsolatokról. Úgyhogy ez egy ígéretes megoldás, lássuk, hogy mi és miként valósul meg. Nincs rengeteg buktatója és nagyon sok veszélye? Ez eleve a helyzet tele van rengeteg buktatóval, hiszen egy olyan nagy pályán játszódik az egész, ahol az említett Oroszország is benne van, a szíriai polgárháború háttérben, az iraki helyzet, az afganisztáni helyzet. De hát, hogy nem menjünk messzire, Törökország saját helyzete is megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán tudják-e tartani a vállalásaikat. Ez nagy kérdés. Más hangon énekelt a miniszterelnök Brüsszelben, Ahmed Davutoğlu, ő pozitív, EU párti hangokat pengetett, miközben az elnök otthon Ankarában egy elég durva EU ellenes beszédet tartott. Ő neki az
csípte a szemét, hogy az EU, illetve hát a brüsszeli hatóságok engedélyeztek egy kurd tüntetést ott az európai csúcs hátterében, ettől nagyon mérges lett. Törökország, ha akarja, akkor meg tudja segíteni ezt a helyzetet. Egyedül senki nem tudja megoldani, de nagyot tud rajta mozdítani előre. És én úgy látom, hogy most van egy olyan konstelláció, ami nagyon régóta nem volt, hogy a törökök megint közelednek gondolkodásban, politikában az EU-hoz, és hajlandók egy alkut megnyitni erről. És mit jelent a csatlakozási tárgyalások bizonyos fejezeteinek korai, gyorsított megnyitása? Hát, hogy korai 10 év jegyesség után... Az eredeti menetrendhez képest korábbi. Lomhán, csigatempóban tulajdonképpen nem mentek ezek a tárgyalások. Most Törökország 2 nagy csomagot tett le, amelyek nem függnek össze közvetlenül a menekültekkel, de Törökország számára nagyon fontosak, ugye a másik a vízummentesség a török állampolgárok számára, és az egyik ez a beragadt tárgyalások megindítása. Mind a kettőnek megvan a maga feltételrendszere, a maga önálló feltételrendszere, amit a törökök hozzá kötöttek a menekültügyhöz, hogy politikai jó indulatot kérnek az EU-tól, hogy akarja az EU, mert eddig nem is akarta, most a költségvetési fejezetet meg fogják nyitni. Tehát a tárgyalások megindulnak, ha lassan is, de megindulnak, nagyon messze van a végük, mindent végig kéne tárgyalni, és ne felejtsük el, hogy az EU belépéshez az adott tagállamok egyhangúsága szükséges. Tehát ez azt jelenti, hogy a mostani 28 tagállamnak egyhangúan kellene igent mondani a török tagságra, és ennek a feltételeit én ma még nem látom. Inkább látok olyan tagállamokat, amelyek adott esetben elutasítanák a török tagságot. Hát ezt most is láttuk, ugye egyrészt Olaszország talán elég jogosan is, de politikai feltételekhez kötötte volna ezt a megállapodást. Franciaországról ismert az álláspontja, elutasító álláspontja. Amellett pedig hát évekkel ezelőtt, sőt mondhattam, hát az Antal kormány idején Törökországgal nem csak hogy jó viszonyban voltunk, hanem komoly reményeink voltak. Egyrészt arra, hogy a Oroszországból, Szovjetunióból kiszabaduló török nyelvű, török hátterű országok tulajdonképpen igazodjanak Törökországhoz, egy akkor teljesen mondjuk világi, persze Mohamedán országhoz, és későbbiekben is Törökország azért volt ígéretes, meg az én szememben, hogy egy nemcsak hogy mérsékelt iszlám ország, hanem azt egy modellt jelentett, hogy egyrészt nem, szóval, hogy európai értékeket átvette, vagy folytatja bizonyos értelemben Kemál politikáját, másrészt pedig, hogy azt mutathatja az egész mohamedán világnak, különösen az arab országoknak, hogy ez egy olyan út, amelynek eredménye van, akár az európai integráció. Lehet, én attól félek, hogy némileg elkésett Európai Unió Törökországgal kapcsolatban, és hát a mai Törökország más, mint akár pár évvel ezelőtti Törökország. Nem csak itt a különböző fejezetekben lehetnek problémák, hanem ha Törökország mondjuk a kurdokkal, azt a korábbi pár 2 éve ígéretes megegyezési törekvés politikát fölrúgta, már pedig úgy tűnik, most hogy kirúgta föl, hát arról lehet vitatkozni, de minden esetre ma megint ugye polgárháborús viszonyok vannak Törökország egyik részén. Hát egy ilyen országot nehéz lesz fölvenni az EU-ba. Visszatérve egy kicsit a magyar vonatkozásokhoz, az előbb említette Balázs Péter a miniszterelnök március 15-i beszédét. Ön mit szólt hozzá, nem csak egykori külügyminiszterként, de történészként is? Igen, hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy téma, én nem akarok kibújni ez alól, de éppen egyik újság is megkérdezte, hogy erről kommentálnám, és azt mondtam, hogy ezt én egy hosszabb írásban vagyok képes, vagy hajlandó megtenni, mert itt leegyszerűsítve nem lehet. Minden esetre történetileg hát azért vitatható, erősen vitatható dolgok vannak benne. Másrészt pedig, ami engem leginkább zavar, az, hogy Surka Istvánnak 92-ben volt egy tanulmánya, amely az MDF-en belül is nagy vitákat váltott ki, és most én nem a miniszterelnöki beszédet akarom önmagában ehhez hasonlítani, hanem azt, hogy akkor az MDF-ben nagyon sok baráttal, pártársal úgy vitatkoztam, hogy kiderült, hogy ők nem vették észre Csurka beszédében az elfogadhatatlan. És azt gondolom, hogy én most például megnéztem a miniszterelnök
2014-es beszédét, március 15-én. Gyönyörű beszéd volt, egy-két ponton lehet kifogást emelni, hogy nem pontos a történeti utalások, de egy hazafias, egy pozitív beszéd volt. Na most én azt gondolom, hogy egyrészt március 15-én is azt a már 48-as gondolatot kellene továbbvinni, hogy magyar szabadság, világszabadság, szolidaritás. A magyar 48 az nem csak egy magyar mozgalom volt, az egy európai mozgalom volt. Egész Európa mellettünk volt, az egész akkori művelt világ mellettünk volt, és nem jó újat húzni a világgal, pláne hogyha nem nagyon van igazunk. Szélsőségesnek érezte most ezt a beszédet? Ezt mondta gyakorlatilag? Hát azt most újra meg kellene néznem, mindenképpen olyan kifejezések. Segítek, amikor Brüsszel megfékezéséről van szó, amikor arról, hogy a bevándorlás, terrorizmust és bűnözést hozna Magyarországra, hogy mi nem fogjuk megengedni, hogy muzulmán hordák üldözzék lányainkat és asszonyainkat. Gondolom fel. Na most ugye ezek olyanok, hogy ha ezek valódi reális veszélyek, akkor helyes fölvedi a kesztyűt ellenük, de hát én nem látom reális veszélynek ezt akár a hordákat, brüsszeli hordákat, és pláne nem csak a mai megállapodás alapján, hanem az előző évek alapján is. Hát akkor ez micsoda gyűlöletkeltés ön szerint? Ez egy, az, amit beszéltünk, hogy belpolitikai. Úgy tűnik, hogy erre van egy belpolitikai közönség, és ennek a stabilizálására, vagy azt is lehet mondani, akár bizonyos jó indulattal, hogy kihúzni a talajt a Jobbik alól, ami valamennyire működik a Jobbik. Mármint azzal, hogy a miniszterelnök lesz magas és jobboldali? Hát ugye ezt nagyon nehéz és nagyon pontosan kell megnézni, mert 2002-ben, amikor Washingtoni nagykövet voltam, Amerikában elhangzottak ilyen bírálatok újságokban is, hogy hát ugye bizonyos engedményeket tesz Orbán. Én nekem az volt a válaszom erre, hogy egyrészt ezek az engedmények nem igazán komoly engedmények, de arra, hogyha az eredmény az, hogy Csurka pártja nem jut be a Magyarországgyűlésbe, akkor jó taktika volt. Na most hát ugye attól messze vagyunk, hogy a Jobbik ne jusson be a Magyarországgyűlésbe. A veszély, ez egy nagyon nehéz játszma. Az, hogyha a Jobbik szavazóit mondjuk kiábrándítjuk, vagy elhozzuk, elveszük, az önmagában jövök kívánatos. De hogyha olyan elvekkel, vagy olyan szavakkal, amelyek nem csak a Jobbiké, hanem amelyek a magyar társadalmat egy rossz irányba befolyásolják, akkor ez nagyon rossz politika. A másik kérdéskör is ide kapcsolódik, amiről sok szó esik mostanában, hogy kell-e nekünk hálát éreznünk az uniós forrásokkal kapcsolatban, vagy ez a pénz jár Magyarországnak, és ezért semmilyen ellentmondás nincs a között, hogy köszönjük szépen, eltesszük, és egyébként pedig harcolunk Brüsszel ellen, Balázs Péter? Egyik állítás se igaz. Hálát nem kell érezni, mert ez az európai szolidaritás csatornáin érkezik Magyarországra, de nem jár, hanem ezt valahol megtermelik többletértékként, és rendelkezésére bocsátják más országoknak. Itt elég sok téveszme kering, ezt jól kell elkölteni, és szolidaritásért szolidaritással illik fizetni minden területen, nem csak az alapok átutalása, hanem például a menekültügy és sok egyéb kérdésben is. De igaz-e az, hogy minden uniótól kapott euróért sokkal többet visznek ki tőlünk a nyugat-európai multinacionális cégek? Na most ezt egy közgazdasági középiskolásnak beadják, az rosszul lesz tőle. Tudnék, egyetlen közös dolog az uniós támogatások és a repatriált profit között az, hogy mind a kettőt euróban is ki lehet fejezni. Tehát mind a kettőt pénzben. Ez a két pénz nem találkozik egymással. A pénzekből, amik bejönnek, közvilágítás lesz, utcakő lesz, jobb esetben foglalkoztatás lesz. Azt a profitot, amit mondjuk az Audi kivisz Magyarországra, azt ő termelte. Kíváncsi lennék, hogy mit szól egy magyar vállalkozó, ha bárki kétségbe vonná a jogát ahhoz az eredményhez, amit ő maga tőkebefektetéssel, technológiával, munkaszervezéssel, marketinggel, eladással, stb. Végül is leadózva megtermel, az az ő munkájának az eredménye. Ezt nem lehet összehasonlítani, tehát ez egy ordas hamisítás, hogy bejön X összeg, és közbe kimegy, mondjuk repatriált profit, rendesen megtermelt profit formájába pénz, a kettőnek egymáshoz nincs köze, nem is találkoznak, de maximum az állam épít egy jó utat, amin az Audi közlekedni fog, de ennyi. És ez kikézzel?
Hát én összegeket nem tudok, nem is vagyok közgazdász, de az az érzésem, hogy azért az, amit kaptunk az Európai Uniótól, ha úgy tetszik, járt nekünk az európai szerződések alapján, az jóval több, mint amit profitként külföldi, vagy részben külföldi cégek elvittek. De alapjában véve, mi arra törekedtünk 1990 óta, hogy az Európai Unióba, akkor még úgy hívták, lépjünk be. Ennek voltak erkölcsi okai, történelmi okai, de azért bevallva, be nem vallva az volt, hogy milyen fontos a magyar gazdaság és a magyar társadalom jóléte szempontjából az a pénz, amit jól befektetve lehetővé fogja tenni, hogy az életszínvonalunk közelítsen az európai életszínvonalhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Egy rövid reklámszünet után folytatjuk Schillinger Pennel.